Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy általános szerelmi orákel, a téma pedig, hogy mi változik az életedben, mi változik az életetekben. Ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, akkor az személyes passzol a helyzetedre, hogy mi változik nálad, különösen ami a párkapcsolatot illeti. A díjam 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható ez a férfi, és utal az érzelmekre, utal az érzelmeidre. Ha te egy férfi vagy, akkor te állsz itt a középpontban. Ha te egy hölgy vagy, akkor ez a férfi utal a te lelki társadra. És itt megvannak a mély érzelmek. A szív jelenti a gondolatokat, a te gondolataidat, az ő gondolatait. Itt szerelemről van szó. De a szív mindazt jelenti, amit kedveltek. Ez lehet a család, lehet a hivatás, vagy egy hobbi, sport, utazás. Tehát különböző témákat jelenthet mindazt, amit a szívedben őrzöl. És hogyan tovább? A kártyák jobb oldalon mutatják a változásokat. Itt a kassa jelentheti azt, hogy valamit lezársz, gondolatokat, érzelmeket, egy helyzetet, vagy kapcsolatokat, ami eddig zavart téged. A kassa jelentheti azt is, hogy a közeljövőben történnek bizonyos események, amire nem számítasz, ami olyan hirtelen jön. Aztán látható itt a nyilvánosság. Azt is jelentheti, hogy fellépsz a nyilvánosságon, mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést. Azt is jelentheti, hogy összefuttok véletlenül a nyilvánosságon. Ha vannak ugyan véletlenek. Itt a gólyák jelentik a változásokat, változik valami, az elképzeléseidet, a hozzáállásodat illetően, vagy változnak a dolgok a környezetedben, lehet munkahelyi változás, lehet költözködés. És itt a gyűrű jelenti a kapcsolatot vele. Amit a gyűrű még jelenthet, hogy ő visszatér hozzád. Ez lehet egy karmikus kapcsolat is. Hiszen itt is látható a hajó, ez a lelki út, mély érzelmekkel, amit a hajó még jelenthet egy utazás vagy külföldi kapcsolatok. A hajó szimbolizálja a reményt is, hogy megvan arra a remény, hogy legyen itt egy változás, egy szerencsés fordulat, legyen köztetek kapcsolat. Itt a csillagok szerencsét hoznak ugyanúgy, mint a 4 levelű lóhere. Amit a csillagok még jelenthetnek, a sors utak, hiszen minden úgy alakul, ahogy a csillagokban ez meg van írva, és ez a változás szerencsét hoz. Itt a lilium jelenti a tisztaságot, tiszta gondolatot, vagy tisztázzátok a dolgokat, de jelenti a tiszta, valódi érzelmeket is. A Lenormand kártyánál a lilium jelenti a szexuális témákat is, és ez hozzátartozik a párkapcsolathoz, ehhez a szerelemhez, és ez a testi kapcsolat, ez a közeledés szerencsét hoz. És ez volt az általános szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!